Rezes, remek indítás, és Hornyák egyedül mehet kapura, Hornyák zicserben, Hornyák, és megfogja Molnár, óriási helyzet volt. Fodor rúgta előre, Hornyák szépen megtartja, Gyurján, Hornyák, bent középen Rezes várná, ez is jó Hornyáktól. Gyurján, most nem nagyon kamatoztathatta a gyorsaságát, viszont remek labda Hornyáknak, visszalövésre, Kártik lő, és kipattan. Hornyák csúsztat. Rezes, ez jó, Starosta mehet a jobb oldalon. Gyelül a 16-oson kívül, most már nem. Elcsavarja, gól! Mesteri talál a Starosta Dávidtól! Az idei szezon egyik legszebb gólja. 15. perc, és nem lecsúszott ez a labda. Ez oda volt helyezve. Kovács. Megpróbál egy szögletet kiharcolni, így is jó. Kovács Norbert a 16-oson belül. Ott a belőtt labda, gól! Rezes László 2-0 eldőlt. Kovács Norbert, egy másik saját nevelésű fiatal kikaparja a gesztenyét. Hát fűzi magát két emberen, és aztán kihagyhatatlan helyzetbe hozta Rezes Lászlót. Megvan a három pont. 1-0-ás vezetésnél már akkor egy kicsit azt mondom, hogy a csapat egy kicsit felszabadult, többet vállalkozott, több olyan szituáció volt, amiből lehetett volna még egy vagy két gólt a másik félidőben is, vagy kontrából gólt szerezni, de azt mondom, hogy többségben meg vagyok elégedve, azt mondom, hogy a teljesítmény és a tudásuk érintette egyforma szintet, ami nagyon fontos, és ezen kell tovább építeni. A hazai csapat érezhetően akaratban, hitben, agresszivitásban egy picit fölénk nőtt, és ebből kifolyólag nem érdemtelen a győzelmünk.